Tisztelt dunarasztiak! Olyan időszak áll mögöttünk, amire nem volt még példa a mi életünkben. A sors igazán próbára tett bennünket. A világjárvány felborította a mindennapjainkat, a szokásainkat, a munkahelyi és a magánéletünket. Minden tervünket átalakította. Nekünk alkalmazkodnunk kellett a fájdalmasan megváltozott körülményekhez, a karácsonyunk is más volt, mint ahogyan szeretjük, és más a szilveszterünk is. 2020 kihívásokkal teli év volt. Miben szinte óráról órára kellett újra terveznünk hétköznapjainkat, hogy biztosítani tudjuk a város működését. Minden munkatársamnak köszönöm a helytállást, és az ő nevükben és a sajátomban is köszönöm önöknek, hogy együttműködtek velünk. Igazán fejlődni akkor tudunk, hogyha kihívások elé állítanak bennünket. Egy jó mester egy kicsit mindig magasabbra teszi a lécet, hogy a tanítványa egyre magabiztosabb és ügyesebb legyen. 2020 ebből a szempontból nem bánt velünk kesztyűskézzel, kemény mester volt, de tanított alkalmazkodásra, együttműködésre, türelemre, rugalmasságra és persze kreativitásra is. Nagyon szeretném, hogyha 2021-ben felvértezve az elmúlt év tapasztalatával tovább erősödhetnénk. Szívből kívánom mindannyiunknak, hogy az új esztendőnk olyan legyen, amilyennek elterveztük. Isten hozott 2021, boldog új évet kívánok!